A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt, egy falat kenyére, csipetnyi szó, ez a műsorunk címe, és a Rock Múzeumban vagyunk. És amiről beszélgetni fogunk vendégemmel, az egy az egybe beférne a Rock Múzeumba, és nagyon boldog lennék, hogy ezekből az évekből lenne valakinek emléke az egykori ifjúsági parkról, amely tényleg beférne ide a Rock Múzeumba. Vendégem pedig Kapuvári Gábor, szervusz Gábor. Szerint. Televíziós műsorszerkesztő, és nem sorolom fel, újságíró, könyvíró, szóval borzasztó sok mindent csináltál az életed során, de pár esztendővel ezelőtt csináltál egy filmet az ifjúsági parkról, és azt hiszem ennek a beszélgetésnek legyen ez az ifjúsági parkra témája, amely, hogyha eredeti formájában állhatna, akkor 54 esztendős lenne most. Milyen apropóból csináltad meg ezt a filmet annak idején, pár évvel ezelőtt? Pár évvel ezelőtt, amikor közeledett az 50. születésnap, akkor én, aki majdnem minden nap eljárok az ifi park előtt, vagy most Várkertbazár, szomorúan konstatáltam, hogy 30 éve rohad az a neoreneszánsz épület együttes, és senki fülebotját mozgatja. Nincs gazdája, nem nyitják rá az ajtót, semmit, ott pusztul. És akkor azt gondoltuk, hogy fölrajzolunk a képernyőre egy óriási felkiáltójelet, hogy van ez a budai várlejtő a világörökség része, és annak a közepén ott van egy 30 éves rothadás. Tehát neki indultunk, mindenki pártfogolta a mozit, és sietnünk kellett, mert távoztak az élők sorából az emlékezők. Úgyhogy egy évig kutattunk, és aztán amikor megindult a felújítás, akkor végig is forgattuk. Tehát csináltunk lesz egyszer egy ifi park óriási kérdőjellel a végén, és amikor elindult a beruházás, akkor végig forgattuk 2,5 évig a felújítást. Tudván, hogy itt már rockzene sosem lesz. Igen. Tehát azt már az elején megmondták, hogy nem lesz ifi park többé, ez egy Várkertbazár, majd találnak neki valamiféle funkciót. Mert kapaszkodj meg, a 130 év alatt, amíg állt, soha semmilyen funkciót nem találtak neki. Próbálkoztak ezzel, azzal, történelmi arcképcsarnok, nőipari tanműhely. Nem mondod. Legyen ilyenek. Bármi is az a nőipar. Legtöbbet még talán az szolgálta, vagy azokban a bazár termekben szobrász műhelyeket alakítottak ki, és ott voltak műtermek. De aztán a Budapesti Kézbizottság 1961-ben gondolt egy nagyon bátrat. És ez tényleg bátorság volt. 56 után vagyunk, sokkal, néhány évvel. És azt mondták, hogy engedjék ki a fiatalok a gőzt. Jól ellenőrzött körülmények között. Ebben a filmben használunk egy korabeli snittet, és a rendőrsapkákat így kivilágítottuk, és minden harmadik ember fején rendőrsapka. Úgyhogy azt gondolták, hogy ott majd jól kulturáltan szórakozik a fiatalság. Érdemes megállni 61. augusztusánál, augusztus 20-án nyílt meg az ifjúsági park. Akkor még csak ifjúsági park volt, aztán később lett budai ifjúsági park, mert akkor nem sokkal később Lőrincen, Kőbányán, Csepelen, mindenhol lett egy ifjúsági park hirtelenjében, de emiatt az ifjúsági park a budai jelzőt kapta meg. Nebuló együttes játszott, Holéci Ákos és zenekara játszott, Német Lehel énekelt, ebből állt a műsor, tehát mese nem volt, akkor nem volt igazából még semmiféle rockzene. Fiatal... Még Beatles sem létezett tulajdonképpen a világon. Volt egy fiatal
enyhén kopaszodó pasas az nagyon jókat mondott a mikrofonban, azt mindig vártuk. Ő volt Hofi Géza. Igen. Ő is ott mondta. Magáét, igen. Hogy mondják ezt, stand-up comedy-t, azt ő már akkor megvalósította. Igen, csak akkor még nem úgy hívtuk. Igen. Igen. És aztán, hát ugye akkor jöttek, már kezdtek beszivárogni a mindenféle gyanús elemek. Uh-huh. Akik úgy viselkedtek, hogy egy normális fiatalnak viselkednie kell. Jaj, hát itt a legfontosabb, persze, hát nehogy elfeledkezzünk róla. Hát ennek az ifjúsági partnak, mint általában mindenféle akkori intézménynek, volt egy kifüggesztett házi rendje. Igen. Na most ezt a házi rendet én elolvastam minap, és hát nem tudtam, hogy sírjak, vagy nevessek azon a sok borzalmon, amit összehordoztak ott. Igen. Annak idején. Azt vették észre a szervezők, hogy nem kellenek ők. A fiatalság tud szórakozni magában, nem kellenek ide szervezők, persze, meg mulattatók. Megrendezők. Hopmesterek. Úgyhogy ezt a mulatozást, ezt szabályozni kellett. És akkor írtak egy házirendet, ez már akkor volt, amikor tömegesen akartunk bemenni farmer nadrágba, hát az kimondani is szégyen volt, hogy farmer nadrágba megyünk be. És akkor volt egy szöveg, amit még, aki írta, még magyarul se tudott. Azt mondja, hogy kitiltást eredményeznek a következő kihágások. Igen, kitiltást eredményeznek. Igen, de nem, az első mondat, hogy lehet bejutni. Beléphetnek 18 éven felüli fiúk és 16 éven felüli lányok. Na, ezt rögtön nem értettem az elején. Ez a körkülönbséges históriát, ez ember meg tudná nekem magyarázni, hogy ez miért volt, a nagyon boldog lennék. De ráadásul a szöveg szerkezete is olyan, hogy fiúk, lányok, vesző, öltönyben, fehéringben, nyakkendőben. Micsoda? Lányok és öltönyben, fehéringben, nyakkendőben? Jó, emelkedjünk túl ezen. És akkor jött a kitiltást eredményeznek a következő kihágások. Nem twist számra történő twistelés. Igen, tudni kell, hogy akkor a rock and roll, meg twist, meg minden a hatalmas. Az egy olyan tánc volt, tehát ezt el kell mondani talán a fiataloknak, hogy egy olyan tánc volt, ahol nem fogták egymást a kezét, csak mindenki rázta fenekét balra, jobbra, előre, igen. Átra, igen. Igen. És hát ezt rossz szemmel nézték, ezt a twistelést, akkor a sarki huligán galerik is a kis táskarádóban. De várjál, twistre lehetett twistelni? Akkor honnan tudták, hogy ez most nem twist, szóval ez egy hülyeség eleve, mert hát ha akarom, vemhes, akarom, nem, tudod? Szóval a zene twist. Gyorsan leszabályozták. Tehát nem twist számra történő twistelés. Fiúk egymás közti twistelése. Egy fiú több lánnyal történő twistelése. És kitiltást eredményez. Igen. És más hasonló kihágások, mondták. Nagyon, nagyon nagy erkölcsőszök voltak a rendezők. Aztán néhány... Hát a nagyfőnök nevét említsük meg, Rajnák Lászlónak, igen, hívják. Azt, hogy László, azt nem igen tudja a közönség, mert Rajnák elvtárs. Őt a Rajnák elvtárs, illetve Rajnák Lászlót, és azt hiszem, igen, a helyetesebb Petrec Béla, igen, volt. Igen, igen, igen. Ők, igen, ketten voltak a kvázi teljhatalmú urak. Igen, és mind a ketten 5 évet kaptak. És a Petrec Béla, igen, és a Petrec Bélának a kedvenc száma volt, emlékszem, a Krisztitől a Yellow River, és azt nekem kellett játszanom minden alkalommal, mert hát ez a Bélának volt a kedvenc dala. Hihetetlen volt. Egyébként Cseh Tamásnál van egy sor, vagy hát Bereményinél, hogy egy Rajnák nevű klubvezető vigyázott ránk, amíg Mambó Magnon szólt a dal. Ők egyébként egy nagyon szellemes trükkel gazdagították saját magukat. Amikor ugye hosszú-hosszú sorban álltunk, a Dunaparti kígyózott lefelé a sor, és akkor egy ekkora kapun engedtek be 3-4-5 ezer embert. És akkor oda mentünk, befizettük a pénztárba a pénzt, megkaptuk a jegyet. Tiketet, igen. Amit odaadtunk a rendezőnek. Aki vitte vissza a pénztárba. Úgyhogy... Na, egyszerű volt a tört. Óriási. És én akkor még nem jöttem rá, amikor egy csütörtöki Gemini bulin az átlagnál többen voltak, mert általában úgy ítéltük meg a Geminivel, hogy vannak 1500-2000-en. De szerintem legalább 4000-en voltak, és akkor már fönt játszott a zenekar. És ez egy mert mondjuk el, négy helyen volt négy a helyen színpad. Volt színpad, ez már a vége volt a dolognak, amik alul volt ez az utolsó színpad felállás volt.
és fönt játszott a színpad, és egy hídon lehetett oda kimenni, és ott a Rajnák állt a hídon, és oda mentem, mondtam, Lacikám, mit szólsz? Itt legalább 4000-en vannak ma, jó nap ez a Mari. Édesapám, itt nincsenek 4000-en, maximum 1500-an. Így beszélt a Rajnák. Igen. Igen. És hát erre mondom, jó, rendben van. Akkor nem tulajdonítottam a dolgoknak túl sokat, de hát valószínűleg kapcsolatban lehetett az előbb általad említett 5 évben. Igen. Hát Schuster Lorent, a P-Mobil együttes vezetője mesélt, ők nagyon sokat játszottak a parkban. Rengeteg, igen. Hogy az öltözőből be lehetett látni a söntésbe, és látta, ahogy a korsóba így nyomják a sört, így meg a szódavizet. Igen, egyszerre. Úgyhogy hogy lerészegedjen az ifjúság. Nem, a filmben van egy korabeli felvétel, hogy a gyerekek ülnek az asztalnál, és tele van rakva az asztal sörös korsóval, és még mindig józannak látszanak, hiszen hát szódavizet itt. Higított a történet. Igen, szóval voltak apró trükkök. Az első igazán fontos zenekar, amely megfordult az ifjúsági parkban, szerintem az a Bergendi együttes volt, még a legalsó színpadon. Igen. Tehát még nem is a kupola előttin, hanem ott hátrébb, ott volt egy színpad először, akkor még nem volt ugye a felső megépítve. És akkor volt egy svájci dobosa. Igen, a Bergendi korábban egy ilyen kis svájci karriert csinált, és egy svájci dobossal jött haza. Aki mindent elért a lányoknál, 1961-ről beszélünk, mindent elért, pedig csak annyit tudott magyarul, hogy kocsim van. Ez bőven elég volt, mit kidumálja annyit. De viszont ebből a filmből, most hallgassuk Bergendi Istvánt. Engem megkértek, hogy egy hónap egyszer Bergendi elvtárs, ha már itt játszotok, nem, az egész zenekarnak kéne jönni, de minimum te legyél ott, meg a zongorista. Volt válogatás, és volt egy fiatal énekescsaj, és elkezdett operaárjának énekelt. Összecsinálta maga. Ilyen jól. Mondom, félrehívtam, mondom, ide figyelj, nekem el semmi közöm, nem, ne vegyél te, én nem zavarlak el, nem rúglak ki, nehogy az itt. A zsűrisek, de neked nem ide kéne eljönnöd, neked az operába kéne felvételizned. Mire jössz te ifjúsági parkba is, és holdra gyog a Dunát akarsz énekelni, vagy come prima, jo de prima, vagy ilyesmit? Hát szó sincs, azt mondja, nem, hát azt nem, ő arra nem gondolt. Hát no, ide figyelj, maradjuk abba, jó? Hogy szépen menjél haza, menj el, tanuljál tovább. Ő volt a Kalmár Magda. Az ifjúsági parknak volt egy nagyon fontos tartozéka, ami nem az ifjúsági parkban volt, hanem az ifjúsági park mögötti lejtőn. Volt egy nagy fa, tényleg egy nagy fa volt, és akiket nem engedtek be, akiket kitiltottak, akik rosszul öltözködtek, meg mit tudom, mert indok volt 100, vagy éppen már hosszabb volt a hajuk, azokat kiűzték, viszont elmentek oda felhez a nagy fához, és később egyre többen lettek, és kialakult a nagy fa galeri. Igen. Hát ez a szó, ez a galeri, hát ez már, hogy is mondjam, azokban az években ez egy nagyon elítélendő szó volt, meg tevékenység is. Igen, hát akik alkották a galerit, azok voltak a huligánok. Azok voltak a huligánok. A huligánok galeria volt a nagy fa galeri. Igen. Mit tudsz róluk? Képzeld el, hogy a nagy fa megvan, csodálatos, terebélyes, gyönyörű uralja a várdombot. És felkutattuk a nagyfa galeri vezérét. Őt úgy hívták, hogy Nagy Kennedy. Ez volt a gúny neve, hogy Nagy Kennedy. Azért volt Kennedy, mert akkor ugye jött a hosszú haj forradalma, ugye ezzel tüntettünk apáink szabályai ellen, és hordtuk a válig érő sörényeket. Neki sose volt hosszú haja, hanem a Kennedy elnöknek ez a kockára fésült, nagyon elegáns haja, ő azt viselte, és így ragadt rá a Kennedy név. Egy szelíd pasi volt, de ő volt a főnök. Ő mondta meg, hogy ki mit. Mit csinál mostanság, él még? Él, és templomokban restaurátor. Abszolút. De hát az életének a története egészen döbbenetes. Magában az ifjúsági park egyik házában, a déli palotában lakott. Ott lakott a park részét képező íblépületben. Kitiltották a parkból, nem mehetett be soha. De mit gondolsz, hol volt a munkahelye? Az ifjúsági parkban, ezek ahogy, után más nem is tudok elképzelni. Ahogy mondani tetszik. Az ifjúsági parkban, mert hogy ő volt a Bergendi együttes ródja. A közönség kedvéért a ród az mindenes, technikus, mindenes.
Tehát ott napközben ugye dolgozott, az ifjúsági parkban fölépítette a színpadot, berendezéseket. A szancsek után ki kellett menni. És kizavarták, ki volt tiltva. És fölment a nagyfához. És várta, hogy Rajnák Eftás, valami gáz legyen, és akkor Rajnák beszól Eftás a mikrofonban, hogy a nagy Kennedy jöjjön le. Akkor bement, megcsinálta, megint kizavarták. Mozgalmas, mozgalmas és nagyon buta. Sikerült beszélgetned vele ebben a filmben. A Petőfi csarnokban volt egy ilyen emlék este az IFI Park 50. évforduló, egy nosztalgikus, és ott lecsaptunk rá. De nagyon-nagyon közlékeny volt, én azt hittem, hogy azért, mert annyira megviselte. Egyáltalán nem viselte meg. Hát azért nem volt egyszerű élet, tehát volt úgy, hogy csak azért letartóztattak, kitiltották az első kerületből, de amikor a Gellért tértől ment hazafele, akkor a 18-as villamos átment az első kerületen, és ezért letartóztatták. Szóval üldözték szerencsétlent rendesen. Nem mondom, hát azért a korszaknak az ízlésrendszerét ők azért rendesen borzolták. Hát hogy a fenében, hát a jelenlétükkel, gondolkodásukkal. Minden mozdulatukkal. Voltak provokációk is, a pofonok is elcsattantak, tehát azért ezek nem annyira békés figurák voltak, hogy csak úgy áldogáltak. De a társadalomra nem voltak veszélyesek. Vagy ha veszélyesek voltak, azt végre is hajtották. Mert győzött a farmer nadrág, győzött a hosszú haj. Igen, inkább a társadalom volt veszélyes a számukra. Igen. Egy rövid részlet, és akiről idáig beszéltünk, a főszerep most Kennedyé. Itt a fánál mindenkinek volt gúnyneve. Beceneve, gúnyneve, mindenkinek volt. Senki nem használta a saját nevét. Argó neve volt, ismert mindenkit a saját nevéről is. Csak azért volt egy megkülönböztetés mindenki. De az, hogy Kacsa vagy Lord, ez rendben van, de nagy Kennedy azért az nem hétköznapi. Kennedy frizurám, soha nem volt hosszú hajam, az életemben nem volt hosszú hajam. Kocka fejem volt, és meg volt a Kennedy frizurám is. Nagy, pedig a fa miatt? A fa miatt egyértelmű. Nem volt vezérát. Azért hallgattak rám, mert én voltam az egyik legidősebb. Azért volt itt tekintély. Tehát nem volt olyan, hogy beleegyezés nélkül valamit lehetett volna csinálni. Megismertek, munkahelyem volt, benn volt a parkban a munkahelyem. Hogyan benn volt a munkahelyem? Benn volt a munkahelyem az ifjúsági parkban. És azért látták, hogy nem benn vagyok, mégiscsak hozzájuk járok ki, nem fehér ingen van. De ez hogy van, hogy itt ácsorok, de a parkban dolgozik? Hát munkahely. Munkámat elvégeztem. De mit csinált a parkban? Hát a Bergendieknél voltam ród. Mindenes? Mindenes. De ki volt tiltva a parkból? Mint vendég, igen. Mint vendég ki voltam tiltva, de mint dolgozó, köteles voltam dolgozni. És ez hogy zajlott? Felépítette a berendezést, és kijöttem meghallgatni. Szóval ez, ha volt valami gond, akkor felszóltak mikrofonra, Rajnák Eftási, fáradjak le, ennyi volt. Én emlékszem arra, hogy az IFI Parkba ugye nem lehetett bemenni farmerba, és én föltettem Rajnák Eftásnak a kérdést, hogy a fellépők hordhatnak-e fellépő ruhát? Azt mondtam, hogy semmi akadály, az egészen más. Na, attól kezdve az összes zenésznek, műsorvezetőnek természetesen farmer lett a fellépő ruhája, Rajnáknak égnek állt a haja a petreccel együtt, de nem tudtak mit csinálni. Nacikám, ez fel. Tehát miért abban jöttél? Mert nincs kedvem itt átöltözni. És ettől persze kezdve higult a dolog, és már mások is szép lassan kezdték jönni. Igen, hát egy idő után abszolút értelmét veszítette. Nem volt jelentősége ennek a kezdeti szigornak. Amikor már a 70-es évek voltak, és amikor az ifjúsági park betöltötte azt a szerepet, hogy ő legyen a magyar rockzene bölcsője, akkor már ilyen problémák nem voltak. Igen, mert a nyár volt az ifi parki, több éven keresztül, a tél pedig a Fővárosi Művelődési Házi, Illésklub, Magnósklub, Belső Diszkok, Popkarácsonyok, meg egyebek. Tehát gyakorlatilag így a dolog megoszlott, és hát egyre lazább lett tulajdonképpen az ifjúsági park, ahol tényleg a műfaj valamennyi nagyja fellépett. Éppen most, hogy mondod, nem emlékszem, hogy az Illés Együttes fellépett volna. Illés Együttes is fellépett. Az Illés Együttes, kérlek szépen, akkor lépett fel, amikor a színpad, a
a kupola alatt volt. Igen, hát ott akkor kezdődött. Ott lépett, Omega is ott. Omega is ott lépett. Igen. Ott volt Omega is, meg volt Illés. Hungária is ott. Még, igen, a, igen. Még a kalocsai mintás. Igen. Egy nagyon fontos rész volt, és hát a Bajtaláék is ott léptek fel, a Kex, szóval nagyon sokan. Ott tényleg komoly élet indult annál a színpadnál, ami szerintem a legrosszabb elhelyezkedési színpad volt, mert a várfal és a büfé, meg ott iroda, vagy mi a bánat volt, nagyon pici volt a távolság. Viszont Rajnák Eltár szemben tudta tartani a bulit az irodából. Abszolút. Nem volt az égvilágon semmi baj. De tényleg minden műfaj. Egy alkalommal még a punk zenekarok is jöhettek, igen, már a vége felé volt. De csütörtökön görög táncház volt. Hát a Gemini volt. Akkor nem tűnt, a csütörtök az Gemini. De görög táncház is volt, és igen, hát ezrek jöttek, igen. És hát a Gemininek a csütörtöki klubja, és hát a 12 órás Gemini, ami 24 órásra íródott, de hát 24 órát nem lehetett egyszerre zenész, déli 12-t, éjjel 12-ig. És emlékszem, én voltam a kvázi műsorvezető, és az első két órában a dalok közt szinte nem is kellett megszólalnom. No, de az utolsó két órában volt dolgom elegendő, már úgy 10 és 12 között, de kitartott a közönség. Meg emlékszem, volt vitás ennek a helynek a szerepe. A magyar rockzenében. Annyira, hogy például a Piramis karácsonykor is játszott ott. Az életem egyik legemlékezetesebb koncertje volt, egy nagyon enyhe karácsony volt egyébként, és a pluszok voltak, és hát 7000 ember volt, igen, ami elképesztő volt. Hát előbb említettem, hogy minden műfaj képviselte magát, természetesen a rock and roll is, és nem csak a Hungária, hanem Komár Laci is, most őt halljuk. You ain't nothing but a hound dog, to cry the whole time. Én voltam az első az amatőrök közül, aki fellépett ebben az ifjúsági parkban. A hétvégi műsorokban is, ahol Németh Lehel, Vámosi János, Zárai Márta, Szántó Erzsi, az akkori idők nagy sztárjai léptek fel, akik a rádióban slágereket énekelgettek. És akkor a legvégén én, mint amatőr énekes utolsónak elénekelettem 2-3 Elvis dalt, ez műsor, tehát az műsor volt, tehát akkor a közönség ült, tehát nem volt tánc, hanem ugye volt egy jó egy órás műsor, akkor azt követően előtte is táncolt, de a műsor ideje alatt le kellett ülni mindenkit. Én úgy érzem, hogy az ifjúsági park megtette, amit meg kellett neki tennie, és hogyha nincsenek ezek a különböző omlások és az állagromlások, hogyha úgy veszük, akkor is egy idő után, ha nem is zárták volna be, ha még hagyták volna tovább menni, véget ért volna az élete. Laci, lejátszott. Azt gondolom, hogy egyrészt, másrészt azért a szállodáknak ott szemben egyre nagyobb volt, egyre erősebb volt a hatásuk. Tiltakozások, igen. Persze, hát azért ne felejtsd el, hogy a Duna másik, hát a Batthyány térig el lehetett hallani, hogyha egy P-mobil játszott. Hát igen. Tehát, és ugye a zenekarok abban az időben egyre több hangládát tettek fel a színpadra, akkor még az építkezés. Ményjobó, közép, Twitter, igen. És hát délután, ugye a legidegesítőbb egy rockzenében, amikor beállítják a dobot. Igen. És a pergőt így ütik monotonon 3 percig, de abban mindenki beleőrül, aki hallja, technikusokat leszámítva. Úgyhogy lehet, hogy igazad van, hogy ennyi volt, jó volt. És tudod, mi volt a baj? Mégiscsak ezzel együtt én úgy érzem, hogy megint bezártak valamit. Tehát nem hagytak egy kifutási időt, vagy nem az, hogy most kicsit építünk valamit csinálunk, hanem ex katedra vége van. És borzasztó érdekes, amit a Schuster Lóri mondott, hogy itt nem az a baj, hogy bezárták, és nem az a baj, hogy a parkot, nem egy parkot zártak be, hanem egy szimbólumot. Igen. És, ettől a perctől kezdve itt a dolog már más fekvése volt ennek az egésznek. Folyamatosan rám szólt, amikor forgattuk az Evil Bazár újjáépítését, egy nagyon bájos államtitkár, Zumbok Ferenc, aki azóta meghalt,
Ő mindig, de még adásban is rám szólt, hogy nem ifi park, Ibl bazár, vagy Várkert bazár, nem ifi park. Le kell számolni ezzel a fogalommal. Hát ez megtörtént. És az az érdekes, hogy utód nélkül. Utód nélkül, mert a Petőfi csarnok, amit azért húztak fel Septiben a ligetben, hogy legyen hova menni ennek az innen immáron kiűzött társaságnak, nem töltötte be ugyanezt a szerepet. Nem, mert ez a jó időben, jó helyen. Szóval ennek volt egy olyan feelingje, ha kikönyököltél, előtted volt Budapest panorámája tulajdonképpen, ott folyt a Duna az orrod előtt. Szóval ennek volt egy olyan látványa, ami bejárta az egész világot, ez a látvány, és hát persze az is, hogy milyen programok vannak. Tehát bármennyire is hülye hangzik, az országon javított a látványát és az elképzelését, hogy itt így szól a rock zene? Hát a látvány az annyira unikális volt, hogy Barnard professzor, aki először ültetett át szívet a világon, itt járt Budapesten, és sétálgatott föláll, és kérte a vendéglátóit, hogy mutassanak neki valami jó helyet, amit lehet élvezni. Klasszikusan jót, igen. Mutattak 6-8-at, mondta, hogy jó, hát ilyen van Fokvárosban, és ilyen van New Yorkban, és nincs valami igazán Budapesten, és akkor fölvitték az ifi parkba, és azt mondta. Ez igen, ez az. Igen. Ez az. Aztán voltak tragédiák is, idézőjelben szerencsén nem okozott nagy baleset, hát összeomlott az Ifjúsági Park egy része egy Edda koncert alatt. Igen, igen. Ami megint ugye csak annyit jelentett, hogy rengetegen voltak, túl volt terheve, bár lehet, hogy ott is csak 2000-en voltak. Igen. A régi metódus. Szóval a lényeg az, hogy borzasztó sokan voltak ezen a koncerten, és hát itt ebben a filmben Pataki Attila is beszél, aki természetesen résztvevője volt ennek az eseménynek. És mondták, hogy lent egy csomóan várnak. Hát ez nagy boldogság volt, és amikor elkezdődött a buli, akkor viszont rá, azt hiszem egy fél órára, akkor valaki oldal felordított, hogy nagy baj van Attila, többen meghaltak minden valami, és akkor kész, megállítottam, akkor le ott volt az iroda rögtön az öltöző mellett, akkor ott kiderült, hogy nyugi, azért akkora gáz nincs, csak leszakadt egy kőfal, többen megsérültek, és ez a baj nem akkora, mint aminek kigiáltották. És akkor ott filozott a főnökség, hogy tovább játszunk, ne játszunk. És akkor én mondtam, hogy gyerekek, hagyj játszunk tovább, mert abból lesz a nagyon-nagyon nagy balé. És akkor visszamentünk és tovább játszottunk. Abból, hogyha nem. Ha nem játsszuk le a bulit. És akkor lenyomtuk a bulit, és tulajdonképpen az alapbajon kívül semmi más gond nem volt. És én lélekben aztán, amikor vége volt, akkor maradt még a zöld szilvánimból volt literes, ennyi maradt az aján. És akkor mondta, fiúk, ezt osszuk szét, mert szerintem ez itt a mi jelenlétünket itt a parkban, ez az utolsó bulink volt, és ez így is volt. Egyszer szép napon, tudom, hogy elhagyom a város, ahol élek. Te is, én is elég sokat voltunk az ifi parkban, nagyon sokat dolgoztam, Magnós Klub slágerlistája, Gemini együttes, különböző koncertek műsorvezető, tehát egyre többször mehettem és lehettem az ifjúsági parkban. És borzasztó nehezen tudnék kiválasztani valami olyan emléket, amire azt mondom, hogy ez egy életre, mert hát rengeteg van. Neked van valami az ifi parkról, amire azt mondod, hogy... Én az ifi parkban találkoztam először a P-mobillal. A szerintem legjobb felállásban dolgozó P-mobillal. Még tabs gép is volt, azt hiszem. Azt nem tudom, de nem nagyon kellett. Ja, igen. De a Vicky Dál énekelt, Samu gitározott, szegény már ő sem él. Az valami olyan progresszív dolog volt, és valami olyan izzó szeretet vette körül azt a zenekart, hogy az nem lehetett annak a hatás alól kivonni magát az embernek. Hát a rockzene az nagyon fontos volt az ifjúsági parkban, és érdekes módon féltek meg a műfajok egymás mellett, mert volt ilyen nap, volt olyan nap, Ferm például. Játszották a free dalokat, meg mit tudom, miket. Szóval borzasztó jó volt, és pontosan ez volt a jó, hogy minden napra juthatott valami, plusz még jöttek hozzá a koncertek. És annyira így van ez, hogy például akkor alakult egy szupergrup a 60-as évek elején, közepetáján inkább, már ismert nagy nevekből. És a bemutatkozó koncertjüket ott akarták csinálni, mert tudták, hogy itt van a Beat központja, vagy rockzene központja, ez volt a Taurus. Somlajossal, Radics Bélával,
Balázs Fecóval, Brunner Győzővel, és hát döbbenetes debütálás volt, nekem az is egy emlékezetes koncert volt. Igen, az nekem is, de nekem a legemlékezetesebb, ha már itt valamit ki akarok emelni, a Téli Piramis koncert volt. Hogy az ajándékot ott énekelte 7000 ember torka szakadtából, az úgy bennem van. Meg tudod, mi az érdekes, hogy nem emlékszem jelentős külföldi előadóra. Nem is ez volt. Ez a miénk volt? Emlékeim nem, szerint miénk nem is volt. De nem is volt fontos, hanem pontosan akkor mutatta meg a magyar rockzene, hogy mit ér, és nem, baromira nem volt érdekes. Ha fontos, hogy a Gemini eljátszott a csütörtökön a Deep Purple slágert, úgyhogy nem volt igazából. Én úgy érzem, hogy ez egy emlék, egy nagyon-nagyon fontos emlék, és hiába hívják ezt most Várkert bazárnak, én mindig az IFI park előtt megyek el. Ne haragudjon érte senki, ez nálunk, bár ez csak így marad, és nyilván jön majd egy generáció, amelyek nem biztos, hogy emlékezni fog az ifjúsági parkra, de higgyék el, volt egyszer egy ifjúsági park. Erről beszéltünk Kapuvári Gáborral az elmúlt közel 25 percben. Köszönöm, hogy itt voltál, Gábor. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra. Ne félj, nem késik el.